a Marcinál overpara. Tehát mindenhol vészt látok. Egy köhintés éjszaka. Én nem akarok egy ilyen gigabuliba ünnepelgetni, és 5-0, 5-0, 5-0 ezeket a lufikat nézegetni. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlap Story Extra, továbbra is itt van velem Liptai Klaudia és Pataki Ádám. Köszönöm szépen, hogy még egy kis játék erejéig itt maradtok velünk. Hát nem. Jó, akkor köszönöm, hogy itt voltatok. Kicsi Ricsi konyhájának köszönjük szépen, készített nekünk, illetve nektek külön bejáratú szerencsesütiket, ezek itt vannak a tálban. Mondanám, hogy szépek, és hát ugye ezt egy cukrász fogja. De, hát kívánatosak nem egyébként. Nem tudom, hogy ropog-e. Nem tudom, hogy chips. Olyasmi. Nem tudom, hogy ropog-e, azt majd az elsőnél kipróbáljuk, nagyon egyszerű. Vannak benne mondások, amiket egy kicsit rátok alakítottunk. Úgyhogy Klau, kérlek, válasz egyet, törd föl és olvasd föl azt, ami benne van. Na nézzük. Na ropog? Ropog! De jó. Na hol van a... Benne van, benne kell, hogy legyen. Reméljük, hogy a Ricsi nem vágott át minket, és nem írt oda olyan dolgokat, amiket... Mi nem de kértünk ott tőle. Van. Igen, mert mindig is utáltalak. Az élet abból áll, amire az ember egész nap gondol. Mi az a mondjuk három dolog, amire egész nap gondol, amire gondolsz minden nap, ami biztos, hogy ott szerepel a fő gondolataid között? Miért ettem meg ezt a nyomorult darab kenyeret? Tehát ez például biztos, amikor megfogadtam, hogy ma nem fogom megenni. Ez mindenképpen ott van. Ugye ma nem lesz beteg a gyerek, és nem hívnak föl a óvodából, hogy valami baj lesz, mert hogy holnap mennünk kell ide-ide, hétvégén elutaznánk, tehát ez például... Beteges a Marci? Nem. Anyuka hipohonder. Én vagyok beteges hipohonder. Mennyire? Nagyon. A pankánál nem voltam ennyire, a Marcinál overpara. Tehát mindenhol vészt látok. Egy köhintés éjszaka. Egyébként éjszaka most köhintett. Ugye? De felébredtél? Persze, mint de olyan húzó, ezért van kruposan. Igen. Én is húztam be fülem, farkam. Én nem hallottam. Mert én is sokkal könnyedebb vagyok. Tehát, hogy ő rögtön, és akkor az a baj tudod, hogy néz rád kérdni, hogy úgy egyet értesz vele, és valahogy úgy kell csinálni, hogy persze, drágám, hogy ne. Borzalmas. Holott egyébként van, amikor, ha úgy van munkája, hogy mit tudom én, nem találkozunk, csak este nem látja a gyereket, több napot van, vagy a gyerekekkel, lányokkal elmegyek egy nyári karaván túrára, ahol már történt egy-más. Amit csak utólag tudtam amit meg, tudott meg, hogy a gyerek úgy jött le a csúszdáról, mint a biliárdról. Kapott egy gellert egyébként. Dong, ding, dong, és semmi baja nem lett, és minden szép volt, vagy éppen sushi tevet, amit elvileg szerintem nem ehetne, mert hogy allergiás rá, de nem volt semmi baj belőle. Feltolott a fejedszer, na mindegy. Úristen. És mi a harmadik? Hát Ádám! Dehogy. Egyébként ez sem igaz, hogy nem te, mert olyan nap még nem telt el, hogy ne telefonáljunk. Ja, hát persze, hát mindig van valami. Figyelj, drágám vagy! Nem, egyébként, ha belecsatlakoztatok ebbe, mondom, nem, sajnos nem. Én azt mondanám, hogy az egészség. Mert én mindig azt mondom, hogy az egészség van, minden van. Erre szoktál gondolni? Igen, egyébként igen, hogy ma de reggel jó. Is jó kedve, egészség de jó, is. De jó, fölébredtem. Igen, például. Igen, de van ebből, hogy amikor magad körül látsz mondjuk akár pont ilyen hát elég szörnyű dolgokat, akkor úgy az ember hirtelen újra azt érzi, hogy de jó, hogy nálunk nincs olyan nagy baj. Sohasem. De ez. Így van. Ádám, tessék. Please. És kérlek, kóstold is meg, mert Ricsi nagyon kíváncsi a véleményedre. De mi ez? Mi van? Miből készült? Hát szerencsesüti alapanyagból. Mit tudom én? Szerencsém. Jó íze van egyébként. Jaj, de jó. Igen, addig, amíg te olvasgatsz. Ez nem kenyér szívem. Én is hadd kóstolj meg. De jó, tényleg ilyen kis... Rózsavíz van, vagy? Jó. Megfut egy kicsit a parfümével? Igen, rózsaízű. Ha megbántanak, nem számít, ha csak nem rágódsz rajta. Mi szoktál rágódni? Amin nem. Tényleg? Általában egyébként... Fura. Rózsa, mint hogyha... Kicsit ecetes, uborkás parfüm. Én ilyen hülyes váb vagyok, és általában a
Sajnos, amiken rángulni szoktam, és mondd, hogyha nincs igazam, azok az üzleti dolgok. Tehát az, hogy éppen most felmondtak, most hogy találok embert, most a rezsiszámnál, most, hogy rossz idő van, nem fogyok. Tehát, hogy pedig nem kéne, mert hogy ahogy az előbb mondtam, az egészség mindenek előtt van, és a vállalkozás az tök ráér, de hogy arra be tudok feszülni. Ezt mondjuk megértem. De dolgozok rajta egyébként, tehát vannak olyan időszakaim, amikor kicsit jobban, aztán van hosszabb időszak, amikor tudom, hogy ezt is meg kell, de ahogy szoktam mondani, amikor odaérünk a híthoz, majd kitaláljuk, hogy megyünk át rajta. Nem nagyon bántanak meg téged, vagy csak mert annyira jó ember vagy, hogy nem nagyon teszel érte, hogy megbántanak, és szoktak megbántani? Igaz, amikor emberekbe csalódok, igen, az bántó szokott lenni, igen, az megbánt. Úgy. Na nézzük, mi lesz. Next one. Ralph Waldo Emersonnak az idézetét fogom felolvasni. A világ utat nyit annak, aki tudja, hogy hova tart. Ez nagyon jó. Igaz rád? Az biztos, hogy én úgy vagyok teljes mértékben arra, pont az önálló est kapcsán, amikor nagyon elveszettnek éreztem magam tavaly ősszel, akkor az Ádám ugye mondta, hogy próbáld meg elengedni ezeket a dolgokat, és akkor majd újra be fognak jönni. Tehát, hogy akkor én nem vagyok ezoterikus, tehát én mondtam, hogy hagyjuk ezt az elengedősdét, jó, mert én ebben nem vagyok jó. Aztán egyszer csak az élet úgy hozza, hogy nem tudsz mit csinálni. El kell engedned, mert nem jönnek be úgy a dolgok, ahogyan te vágysz rá, vagy számítasz rá. És akkor tényleg megtörténik. És akkor tényleg egyszer csak az univerzum megnyitja ezeket az utakat, és ahogyan ő írja, a világ utat nyit annak, aki tudja, hogy hova tart. Tehát amikor egy célt kitűztem, akkor egyszer csak hirtelen becsatlakozik rengeteg út ehhez a célhoz. Nem tehetem meg, hogy ne kérdezzem, hogy miért érezted magad elveszettnek? Én kicsit úgy éreztem, hogy, és abszolút nem is szégyellem, hogy ez a most következő születésnap, ami egy kerek évforduló lesz, ez engem ez frusztrál, ez bánt, megkínál. De te nem az a típus vagy pedig. De ezt sokan nem tudják, de nem, eddig nem voltam az a típus. Ezt mindig mondom a barátnémnek, jaj, engem nem fog érdekelni, nem mondom, baszki, mondom, tavaly engem se érdekelt még, mert amikor még 40 izével kezdődik a szám, azzal még nem érdekel. Nem, ezt vagy a világ nyomja rád, vagy te saját magadra, engem zavar. És úgy éreztem, hogyha ehhez kapcsolódna az, hogy most nem úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném. És ekkor van az a pillanat, amikor a kezedbe kell venni a saját életedet, valóban nem arra várni, majd valaki megoldja helyetted, és én ezt tettem. És azzal a pillanatban, hogy kezembe vettem, olyan, hogyha fölmarkoltam volna még nagyon sok mindent, és most meg abban a helyzetben vagyok, hogy válogatnom kell, hogy ezt nem tudom megcsinálni, mert akkor ezt nem tudom megcsinálni, és akkor most sakkozgatok. És akkor most, hogy jön az a bizonyos július 15-e, most már összebarátkoztatok? Igen, olyan szempontból, hogy megmondtam az Ádámnak, mert ugye, hogy akkor, de azért csak csináljunk valami bulit. Nem úgy, hát ugye a buli, ő más, ő szereti, de ő szerette a 40-edik, én volt 40-edik, 30-adikom is. Én azt mondtam, hogy hidd el, Ádám, nekem az lesz az ajándék, ha én aznap dolgozhatok. Mert én ezt szeretném. Ha aznap van munkám, akkor az nekem ugyanolyan jó lesz, mintha egy buli. Menjünk el vacsorázni, menjünk el a barátainkkal. Én nem akarok egy ilyen gigabuliba ünnepelgetni, és 5-0, 5-0, 5-0 ezeket a lufikat nézegetni. Az 5000 éves nő. Vagy azt mondja, 55? Jó, bármi idő. Jézusom, ki volt, hogy ott lefényképezkedem. Jaj, szegény, hogy elrepült fölötte az idő. Egyik legjobb barátnunk 37. meglepetés buliát csináltuk, és elrontotta a gyertyán az egyik barátunk, és 73-as gyertyával álltott. De 37-nél még nem egy olyan nagy veszélyt. Igen, de a 73 kicsit sokkolt a Katát. Amikor valaki jön, hasonlít a barátunkra egy 73-as tortával, mert megkapta őt. Hát az 50-nél nem nagyon tudod, ott a 0-5, tehát az nem. Vagy jövőre édesem. Az még messze van. Még egy utolsó kört nyomjunk, ha benne vagytok. Jó, ne azt! Nem csak ebben van szerintem a papír. Ja, mert már halmozzuk oda a különböző élvezeteket. És kihúznám Petőfi összest. Igen. Akik egymást szeretik, felerősítik egymás jó tulajdonságait. Mit erősítettek föl egymásban? Mondta, és én addig gondolkozom. Én nagyon úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon támogatóak vagyunk a másikat. Tehát ugye sok kapcsolatban
vagy az egyik a másik hátán mászik fel, vagy elnyomja a másikat. Van, tehát hogy ezek, nem azt mondom mindenkinél, de a legideálisabb ez a mellérendeltség. Az, hogy én tiszteletbe tartom az ő életét, és nagyon szeretem, és egyébként rajongok azért, amit csinál, és úgy csinálja, ahogy én soha nem tudnám. Tehát az összes ilyen dolgot úgy csinálja, és ezért én felnézek rá. És szerintem ez ugyanúgy visszafelé is igaz, hogy ő ugyanúgy rajong 8 év után azért, amit csinálok. Ezt tegnap láttam a fején, amikor megérkezett a gigacsokorral, hogy ő neki, ez nem egy frázis, nem egy póz, hogy neki most ő a Liptai Klaudia férje, akinek meg kell lenni a csokorral a premiéren, hanem ő a szívét, lelkét hozta ebbe. Nem véletlenül az van kérve ugye a végén, hogy Ádám a hitem. Igen. Mindent elmondtál. Haj, akkor húz egyet, kérlek. Még egyet húzzunk? Igen, ez az utolsó. Ricsi, kiedted belőle. Annyi minden van a nyárban, ami arra vár, hogy felfedezd és örülj neki. Hát mondjuk a születésnapunk például, de... A pankának a túlélése, a szannak és a Sziget Fesztiválnak. Én azt gondolom, nem csak a nyárnak, szerintem az egész évnek minden olyan. Tehát én például nagyon szerettem az őszt, ezt a bekuckózást, tehát hogy, és annak is megvan a maga szépsége. Nagyon gazdag lesz egyébként ez az évünk, most már látszik előre, hogy fú. Tehát hogy mindjárt vége a májusnak, és mindjárt a nyárnak, és meg az évnek is, és tényleg rengeteg, tehát neki is nagyon sok terve van, nekem is, csak egyszer nem tudom programozni, de majd minden a helyére kerül. Egy-egy tervet mondjatok, amit még esetleg... Hát most például a legközelebbi terv, amit nagyon várunk, most már 3 éve, mert azt kaptam Ádámtól, már nem is tudom, születésnapra vagy karácsonyra, Elton John Barcelonában, és ugye elmutolódott a Covid miatt, és ugye ez az utolsó turnéja. Az Istenes Bencék is most voltak, ha jól tudom. Igen. Pont ők is így 3 évvel igen, később. Igen, és most nagyon remélem, hogy ez összejön május végén, úgyhogy én nagyon várom, mert nagyon szeretem Elton John-t, és azt gondolom, hogy tényleg a legendát látni még a színpadon, ez egy nagyon nagy flash lesz. Ez jó lesz. Úgyhogy ez a legközelebbi tervünk. Igen. Aztán, mivel hogy ősszel sokat dolgozol, így majd talán jövő tavasszal lesz egy nagyobb tervünk a Big Apple. Ez de jó. Igen, az a másik. Egy új telefon? persze, de egy nagyobb, ugye Big Apple. Ezért Big Apple. Mert én még nem voltam egyébként. Úgyhogy te már egyszer-kétszer? Egyszer volt. Úgyhogy én nagyon, de mindenféléket tervezünk. Mi eléggé előre tervezőek vagyunk, de ugye én nekem tényleg két, most mindjárt lesz egy bemutatom még egy, most párhuzamosan elkezdtem próbálni egy darabot, aztán ősszel lesz két bemutatom, aztán elvileg forgatok is, meg még van meglepetés is, tévé is, úgyhogy azért én most itt belehúzok. Én várom még a gyerekekkel, most egy 2 éve elkezdtem az Ikrekkel meg a Marcival egy ilyen nyári karavántúrára, apa és gyerekei túra. Első évben lakókocsisztunk, tavaly Németországban voltunk a barátom, úgyhogy az idejprogramot is nagyon gyorsan össze kéne állítani. És ez egy ilyen pár nap, csak apa és csak gyerekek. Nekem minden évben van egy ilyen fix programunk, amikor egy 30-an egy úgynevezett nagy családi nyaralásra megyünk, ami nem a mi nagy családunk, de már olyan, mint a miénk lenne. Mi is családtag vagyunk a barátnőmnek a családjával. Hát Marci keresztanyukája. Igen, keresztanyukája van Görögországba, úgyhogy csak ne arra a szikrás partra menjetek, léci. Hát ahol elest, tudod. Már pedig oda megyünk. Ahol elbotlottam. Idén megmondtam neki, nincs ugra-bugra, fekszik, tehát főleg az első napon, hogy utána én cipeljek mindent le a partra, meg fönn a szobában héderel. Baleset, benne van a neve, baleset. De előfordul. Hát igen, de nem, a baleset az mindig abból adódik, hogy valaki figyelmetlen, vagy rosszul méri fel a saját képességeit. Uh-huh. Majd szólok akkor én is legközelebb. Ez egy gyönyörű végszó. Nem, nagyon jó nyarat nektek, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És a kerekre is nagyon, tényleg minél pozitívabban fogd föl, és a 40, arról beszélek. Arról, mi másról beszélek. Természetesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen, nagyon drága vagy. Köszönjük szépen a figyelmet, iratkozzatok fel a YouTube oldalunkra, lájkoljatok minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, egyetek szerencsesütit, találkozunk legközelebb, és sziasztok!